Jó napot kívánok, ez a Kanizsa Café, elérkeztünk a hét záró adáshoz. A vendégünk ezen a héten Balázs László. Ludányi Kadosánál leakadtam, de ránéztem, és láttam, hogy nem ő itt. Balázs László a KVS elnöke. Ne haragudj, tehát azért a nevedet tudom, az esetek döntő többségében. A kanizsai vízilabdázásról beszélgetünk ezen a héten, és van egy csomó olyan új dolog, változás, tervezet, és akár elnökválasztás is, mármint országosan a Vízilabda Szövetségnél, amiről érdemes néhány percben beszélgetnünk. Már csak azért, hogy a szurkolók is értesüljenek, meg esetleg az érdeklődők is némi háttérinformációhoz jussanak. Változásokról beszéljünk először. A kiírást gyakorlatilag átrajzolták. Ez így van. Hát kezdem ott, hogy most hétvégén egy komoly választás lesz a szövetségben, ugye, mint a közvélemény is gondolom, mindenki tudja, hogy Kálmén Dénes adta a lemondását, most hivatalosan augusztus végén is írásban is megtette ugyanezt, és hát most írták ki 30-ára a tisztújító közgyűlést. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy egyetlen egy jelölt vállalta megmérettetést, a Vári Attila, aki jelenleg a PSN ZRT vezérigazgatója. Úgy tűnik, hogy ő lesz az egyedüli jelölt, akit én úgy gondolom, hogy talán meg is választanak. Tehát itt más lesz a, egész más lesz a struktúra. Gondolom, hogy személyváltások is lesznek a szövetségben, itt a főtitkártól a bármelyik dologra gondolnék. Hát jó, új főnök, új struktúra, tehát ez, hát ez így van, a világon ez, mindenütt így működik. Ez így van, tehát vagy legalábbis részben. Ebben úgy gondolom nagy változás lesz, illetve hát a nyár folyamán eléggé átdolgozták itt a versenykírásokat, a magát a versenyszabályzatot is, ami majdnem 96 oldalas lett, és ebbe felkészítést is tartottak több helyszínen az országban. Én mondjuk Pécsen voltam, ahol a dr. Marosvári Attila versenybíró versenybizottságnak az elnöke többek között készítette ezt a versenyszabályzatot, és ebben nagyon komoly dolgok vannak. Miben nyúltak bele? Vagy mindenbe? Hát, mindenbe. Tehát gyakorlatilag... Akkor csak emeljünk ki néhány fontos dolgot. Ami most éppen aktuális volt, az a verseny engedélyeknek a dolga. Ugye a sportolósi vizsgálatokat ugye el kell végezni ilyenkor a sportolóknál, meg kell, el kell készíteni a bajnokság kezdetére a NSS kártyákat, és hát ennek magának az elektronikus feltöltéses módja eléggé megbonyolította a dolgot, mindent elektronikusan kell feltölteni jelszóval, hitelesíteni aláírással, a fényképtől elkezdve a három oldalú nyilatkozatokig, a sportolósi engedélyeket mindent be kellett szkennelni, feltölteni, kártyák úgy készültek el, úgyhogy ezzel a szövetségnek is volt elég munkája, de ezen állunk az egyesületnél is, minden egyesületnél ez elég sok plusz munkát jelentett, de úgy gondolom, hogy hosszú távon ez majd nagyon jól fog működni, csak így most így hirtelen ez így nagyon sok volt, és nagyon új dolog volt, de megvan, hogy lekopogja minden játékosunknak a kártyája, úgyhogy tudnak már játszani. És a másik, ami a mérkőzések rendezésre kapcsolatos szabályokat érinti, ott is nagyon sok változás történt. Többek között szigorodtak, igen, tehát itt most már ilyen zéró tolerancia van a pályák berendezésével kapcsolatban is, tehát itt most már olyat nem fogadnak el, hogy itt valamilyen akár egy zöld bója, vagy fehér bója, egy zöld bója van, vagy bármi. Tehát a pályaberendezés ugyanott nagyon jó, tehát úgy kell, ahogy elő van az írva, tehát ebben már nem lehet kivétel. Illetve egy egészen új dolog van, hogy most szeptembertől az összes országos utánpótlástól főfele való mérkőzéseket rögzíteni kell kamerával, de úgy, hogy a zsűri asztal működése is látszódjon rajta. Erre kijött egy komoly dolog, hogy milyen felbontású, milyen minőségű felvételek kellenek, látszódjon az egyik, mind a két medence, támadásvezetés, látszódjon a zsűri asztal, úgyhogy erre, és ezt a dolgot minden egyes mérkőzés rögzíteni kell, ezt csak tárolni kell egyelőre. Jövő év júliusától van az a terv, hogy ezeket a mérkőzéseket a mérkőzés követő 20 éven belül fel kell streamelni a
a szövetség honlapjára. Minek? Minden egyes mérkőzést. Minek? Hát, hogy esetleges óvások elkerülése véget, meg problémák már ebből voltak már, hogy tudják megnézni ezeket a dolgokat. Ez én úgy gondolom nem nálunk jellemző, inkább a OB1-be, vagy a budapesti mérkőzéseken, de... Ja, tehát ez ilyen plusz biztonság, hogy hát, ha nincs tévés meccs is, akkor is meglegyen, és akkor, hogyha valaki meg akar nézni valamit, és dönteni akár valamilyen óvásról, akkor, így van. Akkor kéznél legyen a... Így van, ez legyen meg, hát ezt meg kell csinálni. Sajnos ez egy beruházás megint nekünk, hogy ez plusz pénz, de meg kell csinálni. De itt ez azért elég zsebbenyúlós, mert mondtad, hogy most már a pályatartozékok, stb. Is pontosan minden elő van írva, nyilván az is egy beruházás. Egy ilyen rendszert kiépíteni, az is egy beruházás. Nem is baj, hogyha mondjuk most itt Kanizsa népe megtudja, mert azért erre meg föl kell hívni a figyelmet, hogyha belépsz a sportcsarnokba, akkor minden esetben rögzítve vagy szurkolóként is, tehát gondolom, hogy ők is látszanak. Ugye erre is föl kell hívni a szurkolók figyelmét, hogy finoman, okosan, óvatosan mindenki normális. Hát így van, itt minden gyakorlatilag látnak, hogyha ezt fölvesszük kamerára, és még olyan apró váltások is vannak, mint amit be kell mondani minden mérkőzés előtt egy bizonyos szöveget, hogy kérjük a tisztelt nézőket, hogy tartózkodjanak, stb. Ezt mindig be kell mondani hangos bemondón, akkor is, ha van néző, akkor is, ha nincs néző. Nagyon-nagyon szigorúan veszik az időpont, ugye a mérkőzések sorsolást megelőző 21 nappal minden egyes mérkőzés elektronikusan egy jelszóval fel kell tölteni pontosan az időpontokat, hogy mikor tervezik. Na most, hogyha változtatás van az időpontban, azért is fizetni kell. Gyakorlatilag minden összeg, minden megduplázódott szinte. Itt nagyon komoly bírságokat szabhatnak ki. Úgyhogy... És ez azt mondtad, jól emlékszem, hogy nem csak a felnőtt, tehát OB1, OB1, hanem utánpótlás szintől fölfelé? Tehát igen. Itt most már junior, régi nevű junior meccseket is. Mi az országos gyerek bajnokságban, meg a serdülőben játszunk, meg az OB1B-ben, ezeket a mérkőzéseknek föl kell venni kamerával, így van. Föl kell rögzíteni kell. És akkor mit a kamerarendszert építetsz ki, vagy tehát, hogy mi a megfejtése ennek? Nem, hát ennek az a megfejtése ennek, hogy a úszoda oldalán van az a bejárat, és akkor ott lesz két kamera fölragva, ami egyik az egyik oldalt veszi, térfelet a másik térfelet veszi, ez ilyen fix kamerák lesznek, és akkor valahogy úgy megpróbáljuk a látószöget beállítani, hogy a zsűri asztal, ja, úgy, a kamerák alatt van a zsűri asztal, hogy valahogy még az is látszódjon. Ezt találtuk ki. Aztán reméljük, hogy úgy sikerül, most éppen talán jövő hétfőn lesz beszerelve a úszodába, hogy akkor majd úgy állítjuk be, hogy akkor ez... Ez nagyon izgalmas, egyébként nem elég a csapattal foglalkozni, meg az utánpót, majd az egyesülettel foglalkozni, hanem egy csomó előírásnak akkor még meg is kell felelni, meg olyan beruházás is, amire te nem gondoltál volna, mert nyilván eszedbe nem jutott minden meccset két kamerával rögzíteni. Hát, hogy de, tehát egy néző, aki oda megy a mérkőzésre, meg akár tévéből látja, aznak fogalma nincs arról, hogy ez mennyi plusz előkészületet igényel az, hogy egy orvost odarendezni gyorsan, akkor lezongorázni, hogy a digititkár legyen ott, az időmérő legyen ott, meg legyen az orvos, mert annélkül már nem rendeznek mérkőzést, eddig sem rendeztek már mérkőzést, ha nem ér oda az orvos a mérkőzéset fél órával, akkor már büntetés van. Vagy hogyha nincs ott a mérkőzés kezete után 5 perccel az orvos, akkor beszüntetik a mérkőzés, nem lehet lejátszani. Szóval nagyon komoly szintű előkészületeket von maga után egy ilyen, lefoglalni az úszodát, egyeztetni mindenkivel, minden rendben legyen, bíróknak megfelelő helyiség legyen biztosítva, ha nincs megfelelő helyiség, az is büntetnek. Minden de abban nem nyúltak bele, azért nyugtass meg mindenkit, hogy az osztályozós mérkőzés lehetősége megmarad, hogyha éppen az lesz aktuális. Az megmarad, de tanulva a mi problémánkból, ami tavaly előadódott. Ugye, hogy nálunk nem volt az sem letisztázva, hogy egyáltalán mikor legyen az időpont az osztályozóban, ha van, ugye régen hát volt már. Hát azt sikerült tologatni, meg ilyen hasraütésszerűen meghatározni. Az, hogy milyen szabályok szerint történik az osztályozó lejátszása, az sem volt leírva. Na most ebből okulva, most le van írva. Konkrétan ki van jelölve az a bajnokságot követő 3 mérkőzésnap, amikor az osztályozóra sor kerül, az akkor kell lejátszani. És az is le van írva,
hogy az OB1-es szabályok szerint kell lejátszani az OB1-es csapatnak is, ami nem mindegy, mert tavaly ebből volt a problémánk. Ugye itt az OB1-ben elő van írva az, hogy a Cup 7 labdával kell játszani, ami csak az OB1-ben van. Nekünk, ha valaki osztályút játszik, akkor meg kell szerezni ezt a labdát neki. A másik problémánk, ami volt, elő van írva az OB1-be a rendezés, a kötelező rendezőt biztosítani egy osztályozón szintén, ami nincs OB1-ben előírva. Akkor a másik ilyen problémánk volt az osztályozón, hogy azt nem tudtuk mondjuk, hogy 14-es sorszámmal csak kapus játszhat, az OB1-ben nem, ott játszott mezőnyjátékos is, ebből is volt az első mérkőzésen problémánk, de ez most így világosan le van írva, nem úgy, mint tavaly le volt, nem volt leírva, és akkor egyeztetések folytak, most akkor mi szerint megy? És kitálták, hogy most ez szerint megy, akkor variáltunk ugye az időpontokkal, hogy hogyan legyen. Itt most azért ebből a szempontból viszont jó, így van, mert világosabbá tette, így van a dolgokat. Ez mennyire érdekes, mert ugye átlag szurkoló akár ott van a helyszínen, akár televízión követi, akár az újságban csak elolvassa a tudósítást. Hát őt az érdekli, hogy KVSE-iből egyen mentünk, és bravo a csapatnak. És akkor mi van mellette, mögötte és a háttérben, amit még el kell végezni? Egyet ahhoz, hogy itt az előkészületekre vonatkozó szabályozás miatt, hogy a csapat vízbe ugorhasson. Még akkor egy percnyi játékról nem beszéltünk, de már addig mennyi minden történik mondjuk egy sportesemény kapcsán. Hogyne, tehát... És mondom, egyre szigorúbbak a feltételek. Tehát itt... Az bizonyos szempontból nem baj, mert... Nem baj, de vannak, véleményem szerint vannak olyanok is, amik teljesen feleslegesek. Tehát nem szükséges. Most mondok megint egy példát, mondjuk egy sapka garnitúrában, ugye kékbe játszik, mondjuk idegenbe játszunk, kéket veszük a kék sapkát, most elő van írva az, hogy a sapka tartalék sapka garnitúrának, a kispadon kell lenni plusz egy garnitúrának. Nem elég, hogy beszaladsz szét az öltözőbe, nem, ott kell lenni a kispadon. Tehát vannak olyan dolgok, amik szerintem egy kicsit túlszabályozottak, meg ebben az egész verseny szabályzatban is vannak olyan dolgok, amikkel én nem tudok azonosulni, bár sok véleményem igazából nem fűződhet hozzá, meg semmi beleszólásom nincsen, nekünk ez végre kell ajtani. De szerintem sok, kicsit túl van szabályozva. Többször beszéltünk itt a nézőkről, abból a megközelítésből, hogy ha valaki elmegy egy meccsre, akkor mit lát, de hogy azt még mennyi minden előzi meg, akkor a nézőket hagyjuk így a végére. Itt a tavalyi történetének legsikeresebb szereplése, már mint a KVSE történetének legsikeresebb szereplése, és az osztályozós mérkőzések hangulata, hiszen nem csak itthon volt hatalmas kanizsai szurkolás, hanem például a harmadik meccsen fönt a fővárosban is, tehát hangosabb volt a kanizsai tábor, mint a hazai, ez egészen biztos. Van egy kis vízilabdaláz, meg hogy most megint jöttek új játékosok, jó a csapat, kimondottan a följutás a cél, érződik ez a szurkolókon is, többen jönnek, többen érdeklődnek, többen megállítanak, nem csak a, idézőjelbe teszem, a régi arcok vannak az uszodában, amikor meccs van? Hát ezt még igazából nem tudtam fölmérni, mert még itthoni mérkőzésünk nem volt, mert hatodikán kiderült. Most a hangulatból persze, hát igen, most ugye egyéből meccs volt idegenben. Hát én úgy gondolom, hogy akik eddig is lelke szurkolók voltak, azok most is azok maradtak. De az osztályozón olyanok is voltak, akik nagyon régen nem jártak vízilabda meccsen, de arra lementek. Hát igen, ebbe bízok abban, hogy azért ezt a dolgot szeretnénk meglovagolni, ezt az osztályozó kérdést, tehát megpróbáljuk mi a honlapunkon, ugye létrehoztunk egy külön nyílt csoportot a Facebookon, megosztjuk az eseményeket, megpróbáljuk ezt a dolgot egy kicsit meglovagolni, hogy egy kicsit nagyobb marketinget vigyünk be az egyesület életében. Tehát eseményeket hozunk létre, megosztogatjuk, de mint tudnivaló, ezen már nagyon sok múlik ez most a mai világban már. Igen. Meg azt mondják, hogy aki nincs a Facebookon, vagy az internetes világ, az gyakorlatilag nem létezik. Ez így van, de itt nálunk meg különösen jellemző, úgyhogy megpróbálunk ez irányba is mozdulni, aztán meglátjuk, hogy mennyi nézőnk lesz majd itt a OB1-es, OB1-es mérkőzéseken. Elnök úr, szurkolunk nektek,
kívánjuk, hogy egy év múlva az OB1-ről beszélgessünk, akár ugyanebben a stúdióban, ugyanebben a műsorban, hát addig meg néhány meccset azért majd mi is műsorunkra tűzünk a jobbakat, azokat egészen biztosan, meg hát ahogy haladunk a bajnokság vége felé, akár a rájátszásból elég sokat majd megmutatunk a nézőknek, de addig harcoljatok, köszönöm szépen. Én is köszönöm a meghívást, köszönöm. Ennyi volt erre a hétre a Kanizsa Café. Ha valamelyik műsort elmulasztották, esetleg újra néznék hétvégén, a szokásos rendszerint ismételjük. Jövő héten kettől pedig új vendég, új téma, oktatásról és boldog iskoláról többek között fogunk majd beszélgetni. Hogy kivel, az a jövő héten kettől kiderül. Minden jót, jó hétvégét kívánok, viszontlátásra!